Szeretettel üdvözlünk minden hardverek és kütyük iránt érdeklődő kedves nézőt, egy újabb összeállítást sikerült összehoznunk, a felhozatal pedig ezúttal is kifejezetten erős, úgyhogy rizsreljet, már jöjjenek is a részletek. Megjelentek a Lionly számítógépek befogadására képes asztalai. Az eddig csak koncepcióként létező termékek különlegessége, hogy egy vagy akár két PC elnyelésére is képesek. A DK01X egy, míg a DK02X két személyi számítógép otthonaként is tetszeleket. A jövevényeket ellátták opcionálisan felszerelhető egér- és billentyűzettartóval is, illetve agasztókkal, melyekre akár fejhallgatókat is aggathatunk. Új termékcsaláddal örvendeztette meg az Asus a gamereket, melynek a Strix nevet adták. A termékcsalád kapni fog egyéb játékos kiegészítőket is, mint például fejhallgatók, de egyelőre a VGA-k közül kaptunk kettőt. Az egyik az AMD R9 280-as lapkájára épít, míg a másik az Nvidia GTX 780-asára. Mindegyikük kapott némi órajeltuningot is, amelyet természetesen csak spéci hűtőkkel tudtak elérni, az Nvidia kártyát vásárlók pedig dupla 6 GB-nyi memóriának is örvendhetnek. A kártyák különlegessége egyébként az, hogy visszafogottabb 3D-s teljesítmény alatt akár meg is képesek állítani a ventilátoraikat mindaddig, amíg a GPU hőmérséklete el nem éri újra 65 fokot. Megjelenés június végén várható, de az ajánlat fogyasztójárat még homály pedig. Elérhetővé vált a Sony Xperia Z, ZL, ZR és Tablet Z készülékek tulajdonosainak számára a 4.4.2-es hivatalos Android frissítés, amelyben a KitKat szinte összes tulajdonságát megkapjuk, illetve extraként gyorsabb rendszersebességet, átszabott értesítési felületet, továbbfejlesztett staminát, alkalmazásokat és új témákat ígér a gyártó. Sajnos ezt nem teljesen sikerült tartani, ugyanis a jó optimalizálás és a továbbfejlesztett stamina lerontja az összképet, mivel a rendszer szinte minden felhasználónál laggol, az aksi töltöttségi szintje pedig rekordidő alatt éri el a padlót. Hivatalos megoldás egyébként még nincs a 4.3 visszaállítására, esetleg saját felelősségre flash túlféle downgrade, de a Sony is tud a hibáról és igyekeznek orvosolni a problémát. Még tavaly érkezett a HP-tól a Slate 7 nevű táblagép, amelynek most leleplezték az utódját, amit csak simán HP 7 Plus-nak hívnak. A koncepció lényege az árlefaragása volt, így az előtt 169 dolláros ára helyett az újdonság már 99-ért vihető haza, ami hazánk valutájában 21 000 egységet jelent. Sajnos tudjuk, hogy nem lesz ilyen kedvező a helyzet, ugyanis a hivatalos forgalmazásból 52 000 forintért szerezhetjük majd be a táblagépet, amiben egyébként egy 4 darab Cortex A7 magot tartalmazó processzor található, amely az Allwinner A31 névre hallgat. Emellett izzad még a melegben az 1 GB RAM és a 8 GB ROM is, amit ráadásul microSD-vel egészíthetünk ki. A kijelző a nevéből fakadóan 7-szoros és 1024x600 pixellen jeleníti meg a 4.2.2-es droidot, a meghajtásról pedig a 2800 mAh-es aksi gondoskodik. Megtudtuk az LG G3 specifikációját. Most már biztos, hogy a készülék 5,5-szoros kijelzőjének 2560x1440 pixelét az Android 4.4 tölti majd meg tartalommal, amelynek meghajtásáról egy Snapdragon 801-es Qualcomm SoC gondoskodik 3 GB RAM társaságában. A belső tárhely 32 GB-nyi, de bővíthetőségről egyelőre nincsen információ. A telefon egyebek mellett rendelkezni fog LTE támogatással, kezeli a GLONASS műholdakat is, NFC-t és Bluetooth 4.0-át tartalmaz, ám az USB sajnos csak 2.0-ás lesz. A hátlapon a 13, az előlapon pedig a 2,1 megapixeles kamera örvendeztet minket, az eddig felsoroltakat pedig egy 3000 mAh-es telep hajtja meg. A Gigabyte passzív hűtéssel szereli legújabb Bricks Mini PC-it, ezáltal azok teljes hangtalanságban tevékenykedhetnek. A központi egység egy Intel Bateray platformú Celeron N2807-es, amely maximum fogyasztása 4,3 watt, órajelét pedig a Turbo 1,58 és 2,16 GHz között változtathatja. A grafikus mag egy Intel HD Graphics, amely a hétköznapi feladatokban kiváló társa lehet a maximum 8 GB DDR3 RAM-nak. A dobozka tartalmaz Wi-Fi és egy 4.0-as Bluetooth-ot is, az adatokat pedig két 2.0-as és egy 3.0-as USB csatlakozón juttathatjuk fel rá. Ára 35 000 forint körül várható. Végre körünkben köszönhetünk egy luxus mobilt, amely nem egy gagyi hardverrel és 5 kg arany berakással érkezik, hanem a vételárához képest a filléres hardware részre is figyelmet fordítottak. A Virtual Signature Touch egy Full HD kijelzőt kapott, ami mögött egyébként a Snapdragon 800-as Qualcomm chip izzad, ugyanis ez felel a KitKat Fantasia nevű Android kijelzőn való megjelenítéséért. A hátlapi kamera egy 13, míg az előlapi egy 2 megapixeles érzékelőt kapott.
Az ideiglenes adatok a 2 GB RAM-ban, média fájlaink pedig a 16 GB-os belső memóriában tárolódhatnak. Az árról és a megjelenésről sajnos még nincsenek információk. Dupla meghajtós fülhallgató jelenik meg a piacon az Alpha Design Labs jóvoltából. Az EH008-as modell egy 5,8 mm-es driver tartalmaz, amely a magas hangok megszólaltatásáért felel, illetve egy 8 mm-est is, amelyen a közepes és mély hangok préselődnek ki. A szénszálas alumínium háza csillapítja a rezgéseket, kábel hossza 1,3 méter, a csatlakozó pedig 24 karátos arannyal van bevonva, ezért az ára egy kicsit meg is ugrott, ugyanis 40 ezernyi magyar valutát kérnek elért. A Hewlett-Packard is beszállt a Chromebox bizniszbe. Akinek eme kijelentés nem lenne világos, azok számára eláruljuk, hogy a Google főleg webben alapuló operációs rendszerét futtató kisméretű doboz formájú eszközöket hívjuk így. Az eszköz egyébként két kiszerelésben lesz megvásárolható, az Intel Celeronra épülő modell 2, míg a Core i7-re épülő box 8 GB memóriát kap. A Chrome a 16 GB-os SSD-n tárolódik, ami elég nekik érkezik az 1-2 GB-os operációs rendszer tárolására, de ha mégsem lenne elegendő, microSD-vel bővíthetjük is. Természetesen a szokásos adatkommunikációs eszközök sem hiányoznak a csomagból, és 3.0-es USB-vel is el vagyunk látva. Érdekes koncepció szüleménye a Kairos okos óra. Az elsőre hagyományosnak kinéző óra üvege és számlapja között egy OLED kijelzőt helyeztek el, amelyen kikapcsolt állapotban áthatol a fény, ám bekapcsolva extra információkat is tartalmazhat. A szerkezet egyébként egy Bluetooth 4.0-t, három tengelyű gyorsulásmérőt és vibramotort is kapott, amelyeket egy 180 mAh-es aksi hajt meg, és az körülbelül 5-7 napig lesz elegendő töltés nélkül. A készülék az óra szerkezet típusától függen 260 ezer és 470 ezer forintnak megfelelő dollár kifizetésével vehető kézbe. Bővült a Pioneer audio eszközeinek sora, mégpedig egy kompakt helytakarékos mikrotronnyal. Az újdonság 2x15 wattos teljesítményt képes leadni, zenéket az USB porton vagy a CD lejátszó egységen keresztül juttathatunk rá, előbbin MP3 és VLMA formátumokkal, míg utóbbin csak MP3 fájlokkal boldogul. Aki még így sem tudná megoldani megszólaltatását, annak jó hír, hogy a Bluetooth technológia segítségével is küldhetünk rá hanganyagokat, akár okostelefonról vagy tabletről is. A több színben is elérhető zajled a 200 dollárnak megfelelő összegért szerezhető be. Kínában új kagylómobil dob piacra a Samsung. Az SMG 9098 sortszámú modell egy véletőleg Qualcomm Snapdragon 800 vagy 801 típusú processzorral és 2 GB RAM-mal fog üzemelni, amelyeket egy 1900 mAh-es aksi hajt meg. A 13, illetve 2 megapixeles kamerákkal készült képek a 3,7 colos 480x800 pixeles kijelzőn jelennek meg, amely ugyan elmarad az európai elvárásoktól, de várhatóan nem is lesz elérhető az öreg kontinensen. Az MSI gondolt egy merészet és összedobott egy minden egyben meglepetést a játékokat kedvelő felhasználóknak. Az új Gamer All-in-One PC-t ellátták egy Intel Core i7-tel, amely mellé 3 GB-os GeForce GTX 870 vagy 8 GB-os GTX 880 kérhető. Ezek egyébként egy 27 szolos Full HD panelt hajtanak meg, amely 10 ponton képes érzékelni újunkat. Vajon mit érne az erős hardware a két foglalatba helyezhető maximum 16 GB RAM vagy a 2 TB-os HDD nélkül, amelyet opcionálisan SSD is kiegészíthet. Természetesen USB-t, kártyaolvasót, 2 megapixeles webkamerát és Wi-Fi-t is kapunk, de meglepetésként egy 10 wattos Yamaha hangrendszer is a csomag része. Az árát ugyan még nem kötötték az orrunkra, de tuti spórolósabb egy gamergépnél, mivel a tap egységével maximum 230 watt felvételére lesz képes. A Windows Phone házatájáról is készültünk nektek két érdekességgel. Az első, hogy előrendelhetővé vált a Nokia Lumia 630, így megtudtuk, hogy a 4,5 colos BVGA kijelzőért, 5 GB RAM-ért és 1,2 GHz-es 4 magos processzorért nagyjából 50-60 ezer forintot fognak leakasztani az érdeklődőkről. A második hírünk kevésbé gyártóspecifikus, ugyanis a WhatsApp nevű szoftver Windows Phone-os verzióját érinti, amely lekerült az előbb említett rendszer online áruházából. A tehát szerint ez csak átmeneti és csak pár javítás erejéig vált elérhetetlenné, azóta pedig már lehet, hogy minden vissza is állt a régibe.
Újabb taggal bővült a Samsung Galaxy Tab 4-es család. Bár az új modell hivatalosan nem lesz megvásárolható, mivel iskoláknak szánják, azért közöltek egy árat is, amely 80 000 forint körüli dollárnak felel meg. A gép előlapjának nagy részét a 10,1 colos HD felbontású megjelenítő uralja, amelyet egy bizonyos emberszabásúról elnevezett üvegvéd. Ez igazodik a burkolat is, ami ütésállósággal rendelkezik, védi az 1,2 GHz-es 4 magos Qualcomm SoC-t és az 1,5 GB RAM-ot, amelyet 16 GB-nyi tárkapacitás egészít ki. Egyértelmű, hogy a microSD-t sem hagyták ki a felhozatalból, és az Android is a legújabb, de Wi-Fi, NFC, valamint két darab kamera is befigyel a specifikációs listán, és ezek egy 6800 mAh-es aksiból nyerik a működésükhöz szükséges energiát. Köszönjük szépen figyelmeteket, mára ennyik voltunk hardveres kütyűs fronton, de készülünk újabb adással is. Jók legyetek, sziasztok!